ki kell mondani és le kell szögezni, mert hogy úgy látom, hogy ez az egyházi intézmények létrejöttek, az 1-8-as normatívával történő támogatás, az tulajdonképpen teljes leszakadóvá és esélytelenített a szegény gyerekeknek a csoportját, és azon belül a cigány gyerekek számára szinte beláthatatlan, hogy egy ilyen intézménybe járjanak iskolába. És tudjuk, hogy most azt fogom mondani, hogy nem szeretnék abban a hibában esni, hogy azt mondom, hogy eleve ellenelés, de valahogy azt fogalmazódik meg, hogy eleve ellenelés van. És Katalin említette a gyerekházak kérdését, én egy olyan kis térségben dolgozom, a gyermekszegénység elleni nemzeti program akció kísérletében dolgoztam valamikor ugye Széchenyben, aztán ugye az akciókísérlet további támogatást nem kapott, de kiépült egy gyerekházas rendszer. Pontosan azért, hogy azt a fajta társadalmi igényre válaszoljon, hogy majd a korai fejlesztés szakaszában lévő beavatkozás segíti az iskolai sikerességet. Ma azt látom, hogy egyrészt ugye kiemelt kormányzati célként meg van határozva a korai fejlesztés, belekerült a gyermekvédelmi törvényben, mint alternatív ellátási módnak az igénybevételére, mert az önkormányzatok pályázhatnak, és azt látjuk, hogy olyan szakaszos a támogatása, hogy tulajdonképpen mire fölépül valami, abba kell hagyni, majd újra kell kezdeni, mert ezeknél a legkisebb önkormányzatoknál, a legnagyobb szükség van a gyerekháznak a működtetésére, nincsen annyi forrás, amely akár a 3 hónapos bért, járulékot és működési költséget meg tudna finanszírozni. Folyamatossága nincsen a dolognak, és ezt tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy minden szakmai programnak jellemző, nincs folyamatosság. A legfontosabb dolog, hogy tudjuk azt, hogy amikor a gyerekekről gondolkodunk, vagy a gyerekek családjairól gondolkodunk, akkor nem lehet egy projektbe gondolkodni, nem lehet szeptember 15-től december 31-ig gondolkodni, a gyermek fejlődésének folyamata van. Minél többször szakítunk meg egy ilyen folyamatot, annál több kár éri a gyermeket, több kár éri a családot, és több kár éri az a társadalmi környezetet, amelyben egyébként egy ilyen szolgáltatás működik, amit én azt gondolok, most már ugye gyakorlottan figyelőként, aki évek óta figyel a gyerekházak működését, hogy igenis belátható eredményei vannak. Tehát, hogyha valamit javaslatként kellene ma megfogalmaznom, az első fontos javaslatom, hogy a folyamatos működtetést ezeknél a programoknál biztosítani kell. Különben az egész egy hampába dölt semmi. A másik, és akkor a másik dolog, hogy azoknál az intézményeknél, amelyeket ugye nem lett át az orrön, mert az orrön, mint nemzetiségi intézményt adhat lennél iskolákat, vagy nemzetiségi intézményeket tud fenntartani, ugye a többi iskolát átvette az állam, és ugye azokban az iskolákban általában tényleg már a legszegényebb gyermekek maradtak, többségében cigány gyerekek, amiről az első beszél, és hogy ugye ott nagyon fontos, hogy azok a kiegészítő források, ami a területi szegregációra vonatkozik, mert én már csak, tehát hogy vannak igenis olyan gettó térségek, ahol a 20-30 kilométerre van egy olyan iskola, ahol az integrált tanulás lehetősége biztosított.